Sajtótájékoztatón jelentették be Gödöllőn a helyi társadalmi felzárkóztató program indítását. Pece Dániel és Tóth Tibor alpolgármesterek vezetésével már több alkalommal folytatott szociális kerekasztal beszélgetések elérték céljukat, így közös összefogással, valamint önkéntesek bevonásával útjára indul az a program, melynek alapvető célja a társadalmi különbségek csökkentése, a szociálisan rászorulók felkutatása és a tényleges segítségnyújtás. Pece Dániel alpolgármester tájékoztatójában kiemelte, hogy fontos megteremteni az egyén, a család és a kisebb közösségek biztonságérzetét. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyét növelő legsúlyosabb tényezők az egyén számára Európában, melyben mi is élünk, a következők. Ha elhúzódik a munkanélküliség, ha valaki hosszú távon él, alacsony jövedelemből, ha nem megfelelő szintű munkát végez, ha korán elhagyja az iskolát és nincs meg a megfelelő végzettsége, ha a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett családban nő fel, ha rossz egészségi állapotban van, ha drog vagy alkoholfüggő, ha halmozottan hátrányos környezetben él, ha hajléktalan vagy faji megkülönböztetés áldozata. És sajnos a rászorultak száma nem csak Európában, de hazánkban, és egyébként Gödöllőn is egyre nő, miközben a források egyre apadnak. A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került családok megsegítésére. Első lépésként a polgármesteri hivatal közigazgatási és szociális irodája, egyeztetve az egyházakkal és más karitatív szervezetekkel, elkészítette Gödöllő szociális térképét, melyben felkutatták a városban élő rászorulókat. A feltérképezésben és a program létrehozásában segített Kovácsné Blaskó Marian, a fővárosi szociális otthon vezetője, Ceglédi Ingrid, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, Forrainé Murányi Judit, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, dr. Tamás Márta, a közigazgatási és szociális iroda vezetője, Pesti Rudolfné, a Mária Besnyői Egyházközség képviselője, Balogh Gyula, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, valamint Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesületének elnöke. Alapvetően, amit célul tűztünk ki első sorban, hogy a lakótelepeken lévő közös képviselőkre, illetve a családi házas övezetekben az utca bizalmikra építve olyan szociális hálót alakítanánk ki, melyben ezek az önkénteseken keresztül megvalósítható a valódi segítségnyújtás, hiszen az önkéntesek, az utca bizalmik vagy a közös képviselők tudják azt, hogy mely családoknál keletkezik felesleg, és hogy hol van szükség a segítségre. Ez a rendszer biztosítani fogja azt, hogy az adomány valóban oda kerül, ahol a legnagyobb szükség van rá. Programunk tehát így nem csak szimpla szociális segítségnyújtás, sokkal több annál, hiszen azzal, hogy figyelünk egymásra, segítünk egymáson, lemondásainkkal és áldozatvállalásainkkal valódi közösséget teremtünk, hogy Gödöllő ismét a Körösfői Krissaladár által nevezett biztonság és boldogság szigete legyen. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a programhoz csatlakozott a Család Gyermek Ifjúság Egyesület is, mely az áldozattá válás megelőzésével és áldozatsegítéssel foglalkozik Gödöllőn és térségében. Szerkesztőségünk részéről felmerült a kérdés, hogy az utcabizalmik milyen alapon kerülnek kiválasztásra. Nyilván a lakótelepi részen egyszerűbb a helyzet, hisz ott a közös képviselőknek a munkája ismert, ő bennük megbíznak, és a Dolányi elnök úr elég régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és ez egy jól bejáratott rendszerről beszélünk.
sokkal komolyabb kihívás, hogy úgymond a kertesházas övezet, pláne mai világban, ahol az emberek hajlamosak a bezárkózásra, tehát elektromosan működő kertkapuk és garázsajtók vannak, gyakorlatilag az autóból ki se kell szállni, amikor hazaérkezik az ember, és leszigetelik magukat a lakosok, és nem hajlandóak nyitni. Nyilvánvalóan az önkormányzati képviselőkre alapozva, akik ismerik a saját körzetüket, próbálunk minden utcában olyan embert találni, aki már eddig is sokat tett a saját környezetéért, ismeri azt, és nyilvánvaló fontos az, hogy tudja, hogy mi az, hogy önkéntesség, hogy társadalmi munka, hogy nem anyagi juttatás ellenében dolgozik a környezetéért, vagy a körülötte élőkért. Ez gyakorlatilag egy személyes ismeretségen alapuló önkéntes toborzás, hogy úgymond, de nyilvánvalóan nagyon szívesen várunk bárki külsőst is, aki eddig még nem tett, de úgy érzi, hogy tenni szeretne. Azért is gondoltuk, hogy a sajtó nyilvánossága előtt jelentjük be ezt a programot, mert én azt gondolom, hogy az emberekbe fel kell ébreszteni azt a vágyat, azt a nemes dolgot, hogy ő önkéntesen, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül a közérdekében vagy a közösség érdekében tegyen. Szintén fontos kérdésünk volt, hogy a feleslegessé vált használati eszközöket, illetve ruhákat hogyan és milyen módon juttathatják el a rászorulókhoz. A témával kapcsolatban dr. Tamás Márta, a közigazgatási és szociális iroda vezetője adott információt. A lakosság részére kifejezetten az a kérésünk, hogy a forrás szociális segítő és gyermekjóléti szolgálatot keressék fel telefonon. Előzetes egyeztetést igényel mind a felajánlott személyes tárgyaknak a megtekintése, ugyanis azt kérjük a lakosságtól, hogy csak használható, jó állapotban lévő háztartási gépeket ajánljanak fel, hiszen így jut el valóban a segítség a rászorultak számára. A társadalmi felzárkóztatási programról szándékaink szerint alpolgármester úrral történt egyeztetés alapján a helyi honlapunkon, illetve a helyi újságban is rendszeresen beszámolunk majd a lakosságnak, és azokat a közérdekű telefonszámokat is rendelkezésre bocsátjuk, ami által lehetőség lesz a felajánlott élelmiszeradományok, háztartási berendezések, ruhaadományoknak a felajánlására, de ebben mindenféleképpen kérjük a lakosság oly mértékű megértését, hogy a forrás szociális segítő és gyermekjóléti szolgálaton keresztül történjen a felajánlás, és ebben majd tudunk együttműködni, és szeretnénk is a jövőben, a önkéntes munkában is, és az adománygyűjtésben is. Balogh Gyula, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője a tájékoztatón szorgalmazta állásbőrzék szervezését, hiszen a régmúltban több roma nemzetiségű embernek sikerült így módon állást találni. Úgy gondoljuk, hogy az, hogy valaki bejön a népjóléti, bocsánat, most már közigazgatási és szociális irodára is a jogszabályban meghatározott összegű pénzbeli segítséget megkapja, attól nem biztos, hogy a társadalomba be fog tudni illeszkedni. Olyan programokat és olyan valódi segítséget kell nyújtanunk, amit itt az elnök úr említett, amik képzések és mondjuk a munkavilágába való elhelyezkedést jelentik, és igen, ezzel is fogunk foglalkozni, és azért is kértük meg elnök urat, mert ez egy nagyon széles réteg és nagyon rászoruló réteg a roma kisebbség, amiről beszéltünk. A sajtótájékoztatón többször elhangzott az önkéntesség, mint szükséges eszköz a programban. Közösségépítő szerepe kiemelt, a város minden korosztályát szeretnék bevonni a segítségnyújtás több formájába, mint ahogyan erre már jelenleg is több példa van. Jól látható, hogy számos területen ezek az aktivitások már megvannak városszerte, különböző szegmensei már most is léteznek, és a legfontosabb egyébként azt gondolom az első lépés az, hogy ezeket az információkat cseréljük egymás között, valamint azt, hogy az aktivitásokat összefogjuk. Tehát az első lépés a programnak mindenképpen ez. Az Egyesített Szociális Intézményben és a Fővárosi Szociális Otthonban már jó tapasztalataik vannak az önkéntességgel kapcsolatban, hiszen több diák is segíti mindennapi munkájukat. Én csak egy szót szeretnék kiemelni, ez a kölcsönösség. És azt gondolom, hogy ez az egész program arról szól, hogy
mindenki átélheti, hogy néha én vagyok a segítő szerepében, és néha én vagyok a segített szerepében. Hogy mindannyian értékesek vagyunk, és én is nagyon örülök, hogy a fővárosi intézmény képviselőjeként, tehát az intézmény munkatársai lakói nevében is jelen lehetünk ebben a programban, hiszen mi is most valamit egy picit viszonozhatunk a minket befogadó település felé, és nagyon sokat tanulunk mi magunk is ezekből a diákoktól, leleményességet, kreativitást, nyitottságot, internet használatot, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a kölcsönösség az az alapja, ami mentén mi nagyon sokat gazdagodhatunk. És a felvetett kérdés, úgy tudom, a forrás is bekapcsolódott régebben ebben a diák önkéntes programban, és valóban voltak olyan tanulók, akik azért nem buktak meg egyik esztendőben, mert volt ott mögötte egy olyan jó tanuló diák, aki a forrás választotta, és itt találkoztak így a szükségletek, meg a források, és ez csodálatos dolog, mind a két félnek az volt, annak is, aki kezdhette szeptemberben a következő évfolyamot, és annak is, aki ezt megélhette, hiszen az egésznek a szemléletünk formálása a lényege. Az önkéntességen túl, mint mindenhez, ehhez a programhoz is szükség van anyagi forrásra. És zárszóként pedig annyit mondanék, hogy nagyon fontos az, hogy külső források bevonására is csak így van lehetőség, hogyha egy keretrendszert alkotunk, és programként hirdetjük meg, hiszen most mondok egy példát, a Norvég Alap is most a legújabb kiírásában úgy tűnik, hogy támogatni szeretné a társadalmi felzárkóztatást, és ha nincs mögötte város szintű program, akkor nagyon nehéz lesz pályázni. Viszont hogyha van, akkor gyakorlatilag kisebb, nagyobb munkával, inkább nagyobb munkával egyébként, és nyilván a pályázati kiírásnak megfelelően szabva a programot. Én azt gondolom, hogy lehetőség ez külső források bevonására is, ami nyilván nagyon fontos. Tehát az egy dolog, hogy valahol felesleg képződik, és ezt átadjuk a rászorulóknak, de sokkal jobb az, hogyha adott esetben több forrás áll rendelkezésre, nehogy Isten nem használt hűtők, hanem adott esetben anyagi források, és az sokkal szabadabban, sokkal célhoz kötöttebben lehet felhasználni. Tehát én ebben látom még a programnak a jelentőségét. Azt gondoljuk, hogy közösség épül Gödöllőn, és a városvezetés feladata ebben a közösségépítésben, hogy a lehetőséget, az infrastruktúrát adott esetben anyagi körülményeket biztosítson. De mindenkinek tisztába kell lenni azzal, hogy a közösséget mi magunk építjük, a városban élők. Ezt nem lehet fölülről vezérelni, és azért is fontos, hogy ez az önkéntesség gondolata ez mindenkihez eljusson, és mindenki úgy érezze, hogyha csak picit is, de tesz tényleg önkéntesen a közösség épüléséért, és ezt szeretnénk majd kérni a gödöllőiektől. Ha felkeltette érdeklődését az önkéntesség lehetősége, valamint a Gödöllőn útjára indított társadalmi felzárkóztató program, akkor figyelje adásainkat, valamint a település újságjait, internetes felületeit, ahol a továbbiakban még bővebb információt kaphat.